A bajnoki címre pályázó Kaposvár már a meccs elején tudatosította a hazaiakban, hogy komolyan veszik a meccset, és minél hamarabb szeretnék lezárni azt. A látogató végig 3-4 ponttal vezetett, Gulyás Ferenc csapata bár próbált tapadni, rutinosabb, jobb játékosokkal felálló ellenfele nem engedte közel őket. Az első szettet 25-21-re nyerték meg a somogyiak. A második játékrész még egyértelműbb volt, ekkor már többet hibáztak a szolnokiak, és minden egyes hibát ki is használt a Kaposvár, 25-17-tel letütte a felvonást. A harmadik szettben próbált újítani a házigazda, egy darabig tartották is a lépést, de Nagy Józsefék egy jó etappal újra elléptek, és ismét 25-17-re hozták a játékrészt, a meccset pedig 3-0-ra. Tudjuk, hogy a Kaposvár egy ország legjobb csapatáról van szó, akivel játszottunk, nagyjából erre is készültem. Ami egy kicsit hiányzott a csapatból, az, hogy a sima alapjátékunk, a nyitásfogadás, az egy kicsit a stabilabb, akkor úgy gondolom, hogy egy kis izgalmasabb mérkőzést is tudtunk volna játszani. Természetesen ugye azért itt mások a nyitásnak a gyorsasága is, a hely pozícióját is jobban megtalálják az ellenfél játékos, egy rutinos jó játékosokról van szó. Kicsit nehezebb volt a dolgunk, de én úgy gondolom, hogy azért megpróbáltunk mindent megtenni. Nagyon nehéz ilyen erős csapat ellen játszani. Tisztában vagyok vele, nagyon magasabb blokk, nagyon képzett játékosok ellen, ugye azért nem úgy jön kétszer-háromszor a labda úgy, ahogy mi szeretnénk. Ugye az egy kicsit megzavar minket, ugye fiatal játékosokat, de azt mondom, hogy nem volt rossz. A vereség után az alapszakaszt a Szolnok a B csoport 5. helyén zárta. Az első a Pénzügyőr, a második pedig a Kaposvár lett, míg a harmadik helyen a Dunaújváros zárt. A folytatásban, már januárban jön az alsóházi rájátszás, ahol a bentmaradás kiharcolásáért küzdenek a csapatok.